Sziasztok! Ez az új videóm lesz, amit beszeretnék nektek mutatni. Ez a második edzőtáborunk lesz, ugye barátommal, Iff Kernen Lászlóval. És ezt a videót szeretném most nektek bemutatni, hogy hogyan turboztuk fel ezt az idei edzőtábort, miket fogunk csinálni, illetve hogyan osztuk meg ezt a sok embert, sok motorost, kicsik, nagyok, kezdők, haladók. Én is fogok motorozni, én is fogok bemutatni, mint ahogy szoktam az edzéseimen. És ezt a videót, ezt most csekkoljátok. Ja, azt szerettem volna mondani, hogy a hangom egy kicsit, ugye kicsit mutálódó, nem most vagyok serdülő. Öcsém most birkózott az olimpián, 5. lett. Nagyon szeretnék neki is gratulálni, illetve azért nincs hangom, mert örömünkbe ugye 21 évesen bekerült az olimpiára, kikerült, és 5. helyezést ért el, és hatalmas dolog ez. Ennyi idősen, és én is üvöltöttem neki innen otthonról, és azért nincs hangom, és egy kicsit mutálódik a hangom. Szóval ne haragudjatok. Megugratni az ugrató. Kezdjük el leszkrebelni, kezdjük el lehúzni. Kis mozdulat, de majd megyünk oda és mutatok pár trükköt. Hogyan oldjuk meg? Ugye észreveszitek, hogy tök lassan értek, hogy hú, fordulok be és el van engedve a gáz. Kicsit kíjebb és lendületesebben megy be és hamarabb kezd el a gáz. Már szinte állva el lehet kezdeni, farolod és ülsz le és teszed rá, hogy átmenjen. De most egy olyan nyomot kéne kiállni, a gyorsabbnak. Szűkkel fordulunk el, és át kell menni szűkről. Először nem kell megugratni, csak járjuk ki a nyomot, hogy legyen támasztjuk, hogy el tudjuk kezdeni szűkről átugrani. Oké? Először nem kell, csak alakuljon ki a nyom, és át fog tudni vinni. De ahhoz kell kanyarsebesség. Nézzétek meg, ahogy elkezdtétek húzni a gáz, milyen szép ívele. Nem darabosan, ugye folyatva jössz bele. Hopp!
próbáljuk meg rávenni magunkat. Tudom, olyan érzés, hová megint le kéne ülni, beleülni. Most szerencsére nincs gödör. De ez ugye verseny végére ki szokott gödrösödni. Hát ott nem jó érzés ott végig ütetni a hátadat. Szépen álljunk, csináljuk tovább. Mehet. Az ugratót szinte senki nem tudja átugrani. Oké, 85-össel vagyunk, persze érthető. Egy kanalos gumival lehet, hogy átvinni. Kicsit lapuljunk bele, toljuk le a motor. Az igyekszik azért, hogy ne érje utol a mögötte lévő, aki hátul megy, az igyekszik, hogy minél előbb utolérje az előtte lévőt. Jó biztonság és sportszerű keretek között. Tessék, határozottan tegyük oda magunkat, akiknek itt közeleg a verseny, azok ne igen kimélyék magukat, mert a versenyen se nagyon spórolhatsz, ha mégis, akkor az jelentős, az a rangsorolásban jelentkezni fog. Akkor indítunk, mindenki indít. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Most 2 métert húztunk a távolságon a rámpán. Én fogom elsőnek megpróbálni, és utána a többiek is egy kicsit szokjuk a távolságot. Ugye nagyobb gáz az alját a tetejéig el kell húzni, és a holtponti gáz legyen meg. És ezt akarjuk gyakorolni. Sokkal több idő a levegőbe, sokkal több idő jut arra az adott ugrás nemre. És hát az élmény is még ennél nagyobb. Bármilyen közel is van ez az ugrató, ez egy olyan érzést ad az embernek, ami nehezen leírható. Thank you.
bácsi csinálja nekünk a pályát, holnapi reggeli edzés. Ezzel fog zajlani, extrém enduro edzés lesz, és egy kicsit alakítunk a pályán, ugye új dolgokat tudjuk csinálni. Most csináltunk egy hosszú matrixot, majdnem 10 fából áll. Most csinálunk egy hosszú köves rész, és nagyon jól tudjuk gyakorolni azt a kis egyensúlyozási feladatokat, de majd holnap úgy is kiderül. Laboratory in the basement of his home. A blokk, akkor föl tud szakadni és át tud fordítani. Mindenképpen mindig az első kerékkel menjünk át egy ilyen akadályon, de mindjárt megmutatom. Nekiütöttem az első kerekemet, föl fog jönni a hátsó, és azáltal nem fog elakadni a blokkom, hanem szépen át fogom tudni tenni. Nem fogom gyorsan, hanem lassan és érthetően fogom megmutatni. Értékeljük röviden, tömören a hetet. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznosan telt ez a 4 nap, amit itt eltöltöttünk a Monoli edzőtáborba. Szerintem mindenki elégedetten és nagyon hasznos tapasztalatokkal, információkkal felvértezve mehet haza. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok. Örülök neki, hogy így ketten barátként ugye ezt is össze tudtuk hozni, mert nagyon sok dolgot összehoztunk már ebben a sportban, legyen az világverseny, legyen ugye Latko volt nekem szerelőm, edzőm is, most jelenleg készülünk a világbajnokságra, és most összehoztunk közösen a második közös edzőtáborunkat. Nagyon örültem, hogy itt voltatok, és megnézzétek ezt a videót, illetve meg szeretném köszönni Zoli bácsinak, Vadász Zoli bácsinak, a pályatulajdonának, hogy ennyi mindent segített nekünk, megcsinálta az összes pályát, belocsolta reggel este, pedig ugye csütörtökön egy kicsit esős volt az edzés, és szépen megcsinált nekünk mindent, nagyon szépen köszönöm. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek. Sziasztok! Sziasztok!